Ebben a videóban megpróbálom túlélni a Minecraft mérgező krumpli világát. Hétfőn a Mojang kiadta az eddigi legjobb április elsői update-jét, végre kaptunk egy új dimenziót, viszont nem azt, amelyet vártunk. Lássuk, milyen az élet ebben az érdekes krumpli univerzumban, aztán próbáljuk meg túlélni az egészet, illetve meg szeretnék küzdeni a verzió főbosszával is. Jó, itt is vannak, és beszeretném mutatni az első újdonságot, amelyet felfedeztem. Generálódott ide egy ilyen kezdő chest, és ennek a tartalma is hát igen csak ilyen krumpliszerű, de vannak benne igen hasznos dolgok, szóval szerintem ezeket el is rakom. Ez egy kicsit furcsa krumplinak tűnik nekem. Ez mi a fene? Fene se tudja, ide kell tenni, vagy a fejemre? Ó! Oh. What? Ezt rá lehet tenni a fejemre? Aha, és most mi van? Látom, hogy bal oldalt írogat valamint, de ez most mi fog következni? Na mindegy, hát ezt most fenntartom, aztán majd kiderül. Nagyon is húzunk tovább a szót, szerintem menjünk át ezen a portálon, aztán lássuk, hogy vajon hova fogunk jutni. Oké, aha, hát. És itt én hogy fogok átjutni oda? Na jó, hát ez nem kezdődik valami jól, szerintem itt az ideje visszamenni, aztán hát szedjünk már egy pár blokkot, legalább annyit, hogy átjutjuk arra az igetre. Ah, oké, már aggódtam, hogy nem fog működni. Jó, hogyha már itt vagyunk, akkor ezt a cseszet elvisszük, kell egy kis föld. Oké, hát az ott már nem tetszik nekem. Illetve van egy boszorkány is, jó, hát próbálj meg átmenni, aztán remélhetőleg nem fognak minket észrevenni. Jó, megvagyunk. Ó, mit írt? Nem is tudtam elolvasni. Jól kezdődik ez a buli. Mind a krumpli van, és ugye nem jön ez a denevér is, vagy ez a nem tudom micsoda. Ah, de hallom a hangját. Aha, itt van fölöttem, nagyon jó. Oké. Okay. Hülye fantomok, meddig mérgeződünk, még 10 másodperc? Ú, de legalább itt van kolya mindenhol, hát ez megnyugt. Ez micsoda? Potato sprouts. Hát jól van. Mérgező krumpli. Jó, az ideig nem sebez. Jó, visszavonom. Ahogy látom, itt vannak újfajta fák, hogyha ez fa, potato stem, aha, ez fa lesz, nagyon jó. Ebből elméletileg tudod csinálni botokat, ugye? Aha, nagyon jó. Hát szedjünk meg egy párat, aztán szerintem csinálhatunk egy pár eszköz belőle. Amúgy még nem tudom, mi lesz a tervem ebben a világban. Szuper. Jó, hát újfent itt vagyunk. Megpróbálunk most egy kicsit óvatosabbak lenni. Hát ennyit erről. Jó, hát ez nekem nem szimpatikus, hogy itt random spawnolódnak fantomok, szóval ez itt mégis micsoda? Itt vannak slime-ok, illetve eléggé furcsa mobok, hát lehet, hogy kellene craftoljak mondjuk egy kardot esetleg? Van itt valami boss? Bármiféle fő ellenség? Jó, hát hogyha nincs is, akkor is nagyon jól meg van csinálva, tehát nagyon hasonlít az Edder verzióra. Na, megint twitchek, megint mobok mindenhol! Ez amúgy micsoda? Pommel, nem tudom, szerintem ez csak valami krumpli föld. Sőt, hát mi ez a textúra? Most nézem. Itt vannak ilyen dripstone-ok, ilyen fejes színű dripstone-ok, oké. Imádom! Hát ezt nem hiszem el! Itt az előbb láttam valami barlangot. Jó lenne megkeresni, hogy legalább ott biztonságban leessünk. Aha, itt van. Na, oké. Jó. Hát ez nem megy valami jól. Jó, itt vagyunk megint a barlangban. Aha, az ott egy creeper? Egy burgonya creeper. Ez amúgy csinál bármit is. Hello. Aha. Hát szerintem ugyanazt. Meg tudom kapálni. Jó, igazából ez nem gondoltam valami komolyan. Ez mégis mi? Gyémánt! Hát ez nem tartott valami sokáig, viszont még nincs semmi, amivel ezt ki tudnám szedni, szóval van nálam ilyen potato planks. Aha, ebből készül a kőcsákány. Tényleg, ami vannak valami receptjeink? Krumpli melvért, hát beszarok! Vannak lépcsők burgonyából, potato eye. És ez nem kell más, csak egy mérgezett krumpli. Akkor vár csak? Ide föl kell? Ja nem, ez nem az. Ops. Csináltunk egy krumpli ajtót. Meg egy krumpli elitrát, ami egy poisonous politra. Na jó, hát ez mi ez a név? Hot potato, aha, ehhez láva kell. Meg van valami potato battery. Oké, hát nekem inkább kő kellene most. Hát nem tudom, hogy ezeket a blokkokat mivel kellene kiszedni, mivel a kőcsákány nem viszi, vajon a kapa viszi. Hát ezt nem hiszem el. Ez mégis milyen blokk? Tetherstone. Aha. Hát jó. Aha, ezt is viszi, hát a kapa az mindent visz. Tényleg vajon a gyémántot azt viszi amúgy? Jó, hát egy creeperünk az már van, de nem akarom, hogy felrobbantsa a gyémántot. Meg tudom kapálni. Sajnos nem. Azért megpróbáltam. Na, ezt? Hó! Hát akkor nem is sárkány kell nekünk. Tudunk csinálni serpenyőt. Na jó, kiégett engem ez a verzió. Illetve vannak tényleg ilyen fa ajtók, meg ilyen, vagyis hát krumpli ajtók. Ez hogy néz ki? Hát fenomenális. Úgy néz ki, mintha emeraldból készült volna ilyen aszték ajtó. Nem tudom, mennyi szükségünk lesz erre, viszont tök mindfuck, hogy ezt fejszével lehet kijutni, nem pedig kapával. Aha, itt már vannak érdekesség. Ez micsoda? Egy krumpli denevér? Átmászunk vajon oda, mert amúgy ott látok valami barlangféleséget, amúgy elég, hogy horzsabb vagy a kajánk. Hát szerintem ide simán átépítettünk, remélem az a fantom nem fog minket megtámadni. Ah, már jön. Jaj, miket mond ez a buta? Hes, úristen, hát te jó bezorultál. Oké, van egy fantom membránunk. Amúgy ebből csak 4 kell, és tudnál csinálni egy elitrát. Egy politrát. Gyorsan jussunk át, mielőtt megtámad minket még egy fantom. Jó, szétnézzünk, hát ha találunk valamit, de ez ennyi. Itt viszont van vas. Vagyis hát nagyon remélem, hogy ez vas. Ah, oké, van vasunk. Ez homok.
Hó, krumpliomok! Miért kell mindennek ugyanúgy kinéznie? Hát valamelyest magasabban vagyunk, sőt, ahogy látom, már majdnem felhőszinten, szóval itt talán még láthatunk valami érdekeset. Ó, itt van sima kabőszón. Ja, hát mert ez egy kábelszón generátor, oké. Itt még több vas, mert egy lantern, milyen menő. Ó, de fel kellene jutni. Állítólag itt vannak ebben a verzióban falvak is, szóval jó lenne találni egyet. Jó, itt már föld van, mindjárt kijutunk. És... ez egy falu? Vagy ez micsoda? Miért vannak itt disznók? Ah, most kellene szétnézni, milyen jól néz már ki itt minden? Aha, ez pedig szerintem valami krumpli sivatag lesz. Az meg ott egy teljesen másik bajom, menjünk már le arra. Az úgy néz ki nekem, mintha ott generálódna falu. Na lássuk. Minden esetre azért a krumplikat azokat viszem. Kell nekem még jó pár ilyen mérgező burgonya. Krumpli csirke! Ugyanazt adja. Amúgy jól lenne megnézni ezt az NPC bányát. Ah, de olyan alacsonyan van, nem akarok megint fölmászni idáig. Na jó, megnézzük. Jó, itt viszonylag könnyen le tudunk mászni. Itt vannak ilyen liánok mindenhol. Oh, oké. Hát nézzük itt szét, bár nem igazán van itt semmi. Vannak itt sinek, meg mobok. Aha, skeleton is. Meg vannak itt valami liánok, ezen föl lehet mászni. Hát nem úgy néz ki. Ebben meg ahogy látom nem lehet csinálni semmit. Hát nem igazán értem meg ide lejönni. Itt valamelyik vízesés segítségével szerintem vissza is mászok. Jó. Ez mégis micsoda? Ez valami vider szobor, vagy viderkő? Ez mi, ez ki lehet ütni? Semmi se viszi úgy igazán. Ez micsoda? Aha, és ebből lehet valamit kraftolni? Hát na mindegy. Ez mi? Majdnem meghaltunk. Úgy néz ki, hogy ezek támadnak. Ide szépen felmászunk. Teljesen barátságos vidék ez. De itt már legalább vannak ilyen barátságos fák. Hát ezeket már valamelyes ismertük. De amúgy van itt mindenféle, konkrétan ide van hányva az összes, ami létezik. Még ebből a krumpli verzióból is van. Amúgy ez nekem nagyon tetszik, hogy vannak ilyen ösvények kialakítva kerítéssel. És itt van egy párány is, hát szevasz. Te kell lesz nekem. Remélem acc volt. Ez mi? Ez adja ezt a... Jézus, ez nem bárány! Jó. Aha. Oké. Én itt elfutok. Ettől kaptuk azt a potato pills-t, ami amúgy elég sok kraftoláshoz kell. Ahogy amúgy keresni kellene végre egy falut, tehát nem érzem magam biztonságban, ott biztosan van valami jó item, amit tudnánk használni. Láva! Elméletileg lávában... Igen, kapok ilyen újfajta krumplit, ami... Mi van? Mi a krumpli miatt van? Hülye! Azt nem mondta, hogy túl meleg a krumpli. Na jó, kiégettől a mottól nem lehet megfogni a meleg krumplit, mert túl forró. Én pedig már kezdtem örülni, hogy van valami kajánk. Na végre itt van megint bárány. A végén lesz egy ágyam? Amúgy, hogyha vízadom a krumplit, akkor mi lesz? Hát semmi. Amúgy átállítom már magyar, amivel itt olyan kifejezések vannak, amik hát számomra is elég idegenek. Ja? Hát ez nem sokat segített. Jó, hát nem igazán találok semmit, szóval szerintem itt az ideje eldobni ezeket a szemeket. Szerintem ez valami Enderize-szerű lehet, fixelmezett valahova. Aha, erre fele kell menni. Ez ugyanúgy működik, mint az Enderize, szóval legalább ebben nincs semmi újdonság. Ó, disznók, ezek olyan adnak ilyen pilt? Hello, Piggy. Megemelt a szemöldökét? Ezek tiszta gyökerek, akik ezt csinálták. Ha még nem tetted volna, ne felejts el lájkolni, illetve feliratkozni a csatornára. Ingyen van, viszont számomra hatalmas segítség lenne. Illetve egyéb tartalmakért csekkord le a Discord szerveremet. Az mégis ott micsoda? Hát nézzük már meg, ez egy falu? A gyerekek, végre itt van egy falu? Hál' Isten, remélem vannak itt hasznos itemek. És segít nekünk ez a krumpli fej. Azt mondja, szuper, végre találtál egy falut, hát én is ezt mondom. Na, és itt vannak ilyen krumpli villagerek, akik remélem nem támadnak. Vannak itt ilyen krumpli gyümölcsök. Van kenyér, nagyon jó. Ez egy hajó a levegőben? Ilyen van. Kérdezem én ezt egy április elsői verzióban. Oké, azt mondja, hogy itt barátkoznak a villagerekkel, de engem valamiért ez a hajó jobban izgat. Ez az mennyi vas? Meg még több ilyen nuggets van, arany is, lapis, van serpenyőjük, meg krumplit esznek. Mi meglepő. És ebbe lehet tenni burgonyát? Aha. Ó, meg is ültek. Nem tartott valami sokáig. Hát ez az így lehet kemencét csinálni. Kisütöm a vasokat, ugye ezzel lehet sütni. Nem lehet sütni, nem már! Jó, bottal lehet, szóval no para. Erre még itt lent jól lenne szétnézni, ahogy látom itt van egy labirintus. Ebben a labirintusban vajon van valami? Ahogy látom nem igazán. És itt sincsen semmi. Ja, hát nem bővelkedett lootokban ez a village. Mondjuk a serpenyőt elvihettük volna, de hát most már ennyit erről. Ó, van itt ilyen krumpli mocsár. Legalábbis ez eléggé úgy néz ki számomra. Vannak itt ilyen basic fák. Ez mondjuk ebben semmi izgalmas nincs. Ajne, megint itt vannak ezek a mocskok. Hát megpróbálok elrohanni, remélem nem találnak el. Itt van egy hajó. Amúgy nagyon menő, hogy van egy ilyen budding, aki folyamatosan mondja, hogy mit csináljunk. Oké. Okay. Ó, hát templétek, az most nekünk annyira nem kell. Itt van még vas. Ez micsoda ez a potato fruit?
ideig építkezésre használtad, de meg lehet enni. Oké, ez is mérgez. És itt egy másik falu. Gyorsan rohanjunk végig. Hát itt sincs túl sok minden. Mérgező krumpliolaj. Oké. Na és vajon mit termesztenek a krumpli villagerek? Répát. Ez mondjuk egy nagy twist. Gyülekező. Hát nem hallgatnak rá valami jól. Meglátogattuk az összes potato biomot. Hát nem tudom, hogy sírek vagy nevessek. Ez már megint micsoda, ilyen mobokkal még nem is találkoztunk. Slime a földön, ja, de találkoztunk, csak már jó régen. Itt mérgez a víz is. Nem, innen gyorsan el kell húznunk, ez itt nem valami barátságos. Ez itt Netherite? Kérem szépen? Jó, ez itt Netherite, viszont fogalmam is, hogy én akarok egyáltalán Netherite-ot. Nincs is mire elhasználni, szóval szerintem ezt inkább itt hagyom. Jó, még egy falu. Bazi nagy ház templommal. Ó, van itt kovács. Kenyér, hát mekkora loot. Jó, hát ez a falu se volt valami nagy szám. Ott van egy Nether portál viszont. Még egy Dwayne Johnson malaca. Ó, és a chestben krumpli, bone meal, meg amúgy van itt egy kard. Tök jó, flint and steel. Majd a krumpli az jólékony. Hát nem úgy néz ki. Oké, hát ez egy olyan Nether portál, hogy ilyen, nem tudom hova tenni. Ó, visszafele vagyunk most már. Oké, valahol erre lesz az a dungeon. Lehet, hogy nem ártana még szedni pár ilyen bárányt, akik adnak nekünk ilyen krumpli héjat. Jó, készítsünk is el egy pár burgonya armort, mondjuk ezt a chestplate-et. Ez hogy néz ki, főleg ezzel a szemüveggel? És ez mit csinál? Mérgező krumpli chestplate. Hát nem tűnik olyan nagy számnak. What? Mit csináltam? Ezt az armort meg tudom enni? Hát ezt nem hiszem el, ezt eszem folyamatosan. Ja, nem kezdek el éhezni. Ó, hát akkor ezt lehet, hogy inkább leveszem. Ír ez egyáltalán bármit? Most nézem, hogy nem is ott armort. Jó, inkább csináljunk egy ilyen vas armort, lehet, hogy az a jobban járok. Viszont nekem ez a bajom nagyon furcsa. Van egy olyan érzésem, hogy ha dungeon lennék, akkor valahova ide generálódnék. Ó, de várjatok már, hát visszafele megy. Itt lesz ez valahol tényleg. Jó, hát akkor mondjuk menjünk be a föld alá. Abból idáig nem történt semmi probléma. Megjelent egy Hildar fel, srácok? Ez mégis mi a fene? Itt van valahol a boss. Ó, itt vannak ilyen fantomok, gyorsan le kellene győzni egy párat, hogy legyen elég fantommembránunk. Aha, ez nagyon szuper. Azt, de beszartam. Ott van egy! Nincs blokkom! Jó, itt lesz még kettő, kapd el gyorsan. Jó, ez beakadt, nagyon jó. Szaladj már! Ez mi volt már? Megint mindenhol viccsek vannak? Aha, itt beakadt egy. Hát és kirepül. Na jó, valamelyik, adjon már nekem egy fantommembránt. Jó, még egy kell. Ne, menj már, hallod? Jó, megvan az utolsó. Hol az ágyam? Nem igaz, elhagytam az ágyamat. De gyorsan meséljük azt az elitrát, még kell egy mérgező krumpli. Aha, megvan. Jó, megvan végre a krumpli elitránk. Ez hogy néz ki, te jó Isten? Elég undi, és ezzel mit tudunk csinálni? Ugyanazt, nem már. Tudunk vele lebegni, az cső, hát jó, igazából erre számítottam, de legbelül volt egy olyan reményem, hogy talán tudunk vele amúgy is repülni máshogy. Hát na mindegy, hát ezzel kell akkor élni. Becélozzuk itt ezt az NPC barlangot, mivel itt lesz valahol ez a rohadék. Mondjuk ide, megpróbálunk le. Oké, király, és most már csak oda kellene valahogy bejutnunk. Hát nincsen túl sok blokkunk, nem tudunk csinálni ilyen krumpli blokkot? Hát sajnos nem. Na másszunk be. Hát mozgolódás hallok. Aha, itt van a boss. Ó, itt van gyémánt. Ez meg az a kristály, amit nem tudom, hogy mit csinál. Megpróbálok elmenni a hang irányába. Hát lehet, hogy itt vagyunk. Igen, ez masszívan egy dungeonnek tűnik nekem. De ez úgy néz ki, mint egy bastion. Aha, nagyon jó. Itt vannak ilyen halszerű lények, és... Aj! Hát ez nekem egy bossnak tűnik. Ez határozottan egy bossnak, hogy te mit csinálsz itt. Na jó, ez valami vidert tett rám. Mennyi ideig tart? El is múlt. Ezt te csinálod? Vajon ebből tudok csinálni egy krumpli ágyat? Én megpróbáltam. Jó, hát bedobok ide mindent, ami nem fog kelleni. Beteszek krumplit sülni. Aztán hát gyerünk, Geronimo, nem tudom. Próbálkozzuk meg legyőzni ezt a... Asszorot, ez mekkora? Jézus! Na jó, még egy ütés megvárok, vissza tudom ütni? Ó, nagyon jól működik. Aha, ott van valami sírke. Miért világít? Talán azt kellene megölnünk? Na jó, próbáljuk meg. Ó, betyár, meghalt. És meg fog halni. Hát lehet, hogy nem mertett volna vinni magammal egy ágyat. Oké, hát itt vagyunk megint. Próbáljuk meg visszaütni. Aha, megint lesz vonult egy sírkét? Ez miért sebez engem? Na jó, rohadt csirke. Oké, meghalt. Megint meg fogunk halni. De miért sebződök akkor, hogyha kilőttem a rakétát? És megint túlreszpondolt a csirke. Jó. Hát ez szerintem így esélytelen. Nekem már ez is nagy érdem, hogy ideig eljutottunk, most viszont inkább nézzük meg, hogy mit is tud ez a verzió valójában. Sokkal erősebbnek tűnik, mint az Enter Dragon. Miket dob ilyen? Aha, ezeket a krumpliéjakat dobja konkrétan. Jó, viszont hogyha megölöm ezt a csirkét, akkor... Aha, akkor így lejön róla a shield.
Tehát akkor jól gondoltam, csak hát ha meghalok, akkor újra kezdődik az egész, szóval bazi OP. Aha, és megint shieldet kapott. Már van armadillo játékban. Aha, megint lejött a shieldje. Ó, mennyire összement. Ez összemegy, miközben ölöm. Lényegében meghámozom a krumplit. Milyen kis picigelet. Azt hiszem, ennyi gázt, ilyen bosszok a spawn holna. Ez azért durva. Annyira nem bánom, hogy nem próbálkoztam tovább. Már olyan picik, hogy nem is találom. Menekül. Na jó, óriás zombik a spawnolt. Vagy ezek mi? Mik ezek? Jó. Ennyit adott? Egy... Mi ez? Aha. Ó, és ezzel tudunk kimenni ebből a világból. Amúgy fölöl azt írja ez a szemüveges grumbi, hogy tegyem egy komposzterbe. Csukjon be a szemem, és csak tegyem egy komposzterbe, szóval mi így fogunk tenni. Van egy sanda gyanom, hogy ez valószínűleg nem fog működni, és... Ja. Hát valószínűleg túlélőben ezt most elveszettem volna, de... Jó, hát ezt inkább ne próbáljátok meg, mondjuk. Ki az, aki ezt meg tudja ölni túlélőben? Na mindegy. Amúgy összességében ez egy nagyon összetett világ lett. Végre Mojang is bebizonyította, hogy amúgy tudnak, ha akarnak. Csak hát nyilván nem szeretnék egyszerre telezúdítani minden moddal a játékot. Nézzük meg, hogy milyen itemek léteznek még. Ez micsoda? Lashing Potato. Ó, van ilyen grappling hook a játék? Ne. Jó, hát ennek így. Ez lehet, hogy nem árt megtanulni először. Igazából jól működik, tehát simán át tudsz ugrálni az egész szigetcsoporton ezzel a kis indával. Van még glumpi hámozó is. Ez lehet, hogy hatékonyabb lett volna a boss ellen. Mérgező sült krumpli. Új, itt lent találtam ilyen képeket is. Hát ez talán a készítő akar lenni? Ezt már le sem tudom tenni amúgy. Ó, ez amúgy tök jól néz ki. Egy... Krumpli világ? Talán egy sziget? Ez ilyen nagyon művészi. Ó, oh, hát ez ikonikus. Hát rengeteg blokk van itt még, amit nem tudtam kipróbálni, és hát fogalmam nincs, hogy mire lehet jó. Mindenféleképpen ajánlom a kipróbálásra. Ja, és ami külön érdekes, hogy nemrég volt egy videóm hasonló tematikában, talán véletlen lenne? Lehet, hogy bevonzottuk. Ki tudja? Na hát lényegében csak szerettem volna egy kis betekintést mutatni ebbe az új verzióba. Remélem tetszett, ha így van, dobj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára. Én Gyuszi voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!